Karambol történt ma a reggeli órákban az 52-es főúton Kecskemét közelében a kerekegyházi elágazásnál. Egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze, a balesetben egy személy a helyszínen meghalt. A rendőrség tájékoztatása alapján az 52-es számú főút 10400-as méterénél, kerekegyházánál egy személyautó és egy kamion ütközött. Kecskemét felől haladt a kamion, amikor a neki jobbról kerekegyháza felől érkező autó vezetője nem adott neki elsőbséget, fékezés nélkül a főútra hajtott, ekkor ütköztek össze. A nagy erejű ütközéstől a személygépkocsi a fák közé sodródott, a kocsit vezető férfi kirepült a járműből és a fák közé zuhant. Információink szerint a kamionos odarohant, közben egy hölgy is hívta a mentőket, és a diszpécser segítségével mintegy 10 percig próbálták a férfit újraéleszteni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már a kiérkező mentők nem tudták megmenteni. Az érintett útszakaszon a szemle és a műszaki mentés ideje alatt teljes útlezárás volt érvényben, a rendőrök a forgalmat kerekegyháza felé terelték. A baleset körülményei eddig tisztázatlanok, azokat a rendőrség vizsgálja.